Tojástemperával festettek mintatáblákra a diákok, a hungarocell darabokat vakolták le nekik előre, hagyományos mézhomokkal, miután megszáradt, a felület még inkább hasonlított arra, amin a restaurátoroknak is gyakran dolgozniuk kell. Az anyagokkal a korhű technikákat gyakorlatban alkalmazták a táborozók. Nagyon-nagyon régi középkori technikák egyike, tehát így a restaurálási, elméleti, gyakorlati szempontokhoz nagyon fontos, hogy egy képet vajon annak idején akár a nagyművészek mivel festettek, mert ennek függvényében lehet akár restaurálni valamit is. Úgy vettem észre, hogy nem akarják befejezni, szerintem tetszik nekik. Hát most csinálom ezt, másodjára ezt a foglalkozást, szerintem tetszik nekik, meg kaptam visszajelzést, hogy lehetne többször, úgyhogy én ennek kerültem. A restaurátor szakma nagyon összetett, a foglalkozás vezetője szerint sok türelmet, kitartást és szorgalmat igényel, minden kornak és stílusnak megvannak a maga jellegzetességei, hosszú évekig tanulnak, még elsajátítják a tudnivalókat. Kell tudni rajzolni, ezt keményen megkövetelik, és elméleti ismeretek is nagyon-nagyon szerteágazóak, és kell tűnni, és bátornak kell lenni, és tényleg nem megijedni, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy terveztük. Tehát igen, nehéz szakma. A képzőművészetnek sokszor fontos kellékei azok a tárgyak, amikről nem is gondoltuk, hogy még valamire jók lehetnek. Kis táskák száradtak a napon, amit használt pólókból készítettek a gyerekek. Ezeket batikoltuk, festettük, de ami izgalmasabb benne, hogy újra hasznosítottunk, mert ilyen környezetvédés, meg a kékfestés jegyében is, meg a tegnapi batikolt alapra építve trikókból készítettük ezeket a kis táskákat, amik mindenféle varrás nélkül csomózással készültek. Több résztvevő előtt ígéretes művészeti pálya áll, ők nem csak a gyakorlás, a közösség miatt is évről évre visszajárnak a táborba. Győri Tánc és Képzőművészetibe járok, amit nagyon szeretek, és továbbra is tervezek a pályán maradni, és valami képzőművészeti egyetemre is szeretnék menni.